Igen. Szóval, Arduino, mindenki kedvence, akkor te találkoztál már ilyen Arduinoval? Személyesen nem. És mennyire ismered? Mérsékelt. Akkor beszélek róla egy kicsit. Többiek azok lehet, hogy unalmasnak találják, de nem baj. Hát ha mondok valamit, amit a múltkor elfelejtettem. Úgy kell elképzelni, mint egy pici számítógépet nagyjából a 70-es, 80-as évek színvonalán. Tehát van rajta egy 20 MHz-en hajtott kis processzor, aminek van memóriája, van egy tárolóegység, amiben a programkódot tartja. Ma pont ezeket a tárolási lehetőségeit fogjuk kivesézni. Úgyhogy egy picit ezt most bővebben is mondom. Konkrétan 16 vagy nagyobb esetben 32 kilobájtban tárolja a kódot. Ezt számítógépről tudod rátölteni, és utána ezt futtatja. Ezután a futás közben nem módosítható egyszerűen. Van benne egy kis RAM, ami 1 vagy 2 kilobájt, attól függően kisebb vagy nagyobb típus. Ebben tárolja ugye a változók értékeit, a stacket, tehát gyakorlatilag futásidőben ebben tudsz adatot tárolni, nagyon gyorsan elérhető, akárhányszor írható, olvasható gyakorlatban, viszont amint elveszed az áramot, el is veszti a tartalmát. És végül van benne egy kis EEPROM, aminek az az előnye, hogy futásidőben is tudod írni, olvasni, akár bytonként is. Ebben kisebb esetén 512 byte, nagyobb esetén pedig 1 kilobájtnyi van benne. És hát ez a harmadik lehetőség, amiben lehet benne tárolni. Mind a három tárolás az valójában ebbe a chipbe benne van. Ami itt külső alkatrész van rajta, az vagy a tápellátáshoz, vagy az USB kezeléshez kapcsolódik. Neki van egy pici soros portja, ezt egy USB soros átalakító chipen keresztül elérhetővé teszi a számítógépet számára. Így, hát USB az csak van minden gépen, ha felrakod a driverit, innentől tudod programozni. A 16 kilobájtos flashből körülbelül másfél kilobájtot elhasznál arra, hogy ne kelljen programozó ahhoz, hogy lecseréld rajta a kódot, hanem rákötöd a gépre, és tudsz rá úgy kódot tölteni, hogy rajta fut egy ilyen kis bootloader, ő fogadja a kódot, és képes a flashbe beleírni, ezért mondtam, hogy nem mondhatom azt, hogy lehetetlen a flash futás időben írni, de nem könnyű. Tehát ezt leginkább maximum arra használják, hogy ilyen bootloader tulajdonságot csináljanak egy ilyen eszközre. Hogyha egyébként nem férnél el rajta, akkor még ezt is ki lehet dobni, de akkor már elveszed azt a lehetőséget, hogy utólag frissítsd. Mint minden jó processzornak vagy számítógépnek, ennek is van ki- és bemenete. Legtöbbször erre használjuk az Arduinot, mi értelme egy rendszernek, ami ugye se kisebben nem kommunikál. Neki itt alul fölül vannak a portjai, azon kívül, hogy van ugye egy soros portja, vannak neki egyrészt fölüli digitális ki- és bemenetei. Ez alatt azt értsd, hogy a 0 és 5 volt az a 0 meg az 1 érték, ezeket lehet kibe kapcsolni, illetve ha befele veszed, akkor meg azt tudod nézni, hogy valami 0 vagy 5 voltos. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy való középen van egy elválasztó érték, ha a fölötte van az 1, ha alatta van az 0. Alul van neki 6 darab további analóg portja. Ez egyrészt használható digitálisként is, hogyha kifogynál belőle, és neked csak azért is kell mondjuk felső 13 mellékenek, az összesen 15 digitális port. De ő olyat is tud, hogy itt analóg jeleket veszel, és ezt egy 10 bites számként odaadja, tehát te megkérdezed, hogy mennyi, és ő a 0 és 5 volt közötti részt felosztja 1024 részre, és egy számként visszaadja neked, ezzel például tudsz hangot, tudod egy ilyen potméter állását venni, lehet nagyon sok mindent csinálni vele, és végül ezen az utolsó részen pedig különböző tápfeszültségeket ad ki. Ez egységenként változik, ami biztosan megkaphatsz belőle, az az 5 voltos tápfesz, meg a nulla. Némelyik van, amelyik kiadja, például van egy ilyen plusz tápcsatornája, ugyanis az USB mellett lehet simán egy fali ilyen dugasztápegységből is hajtani. Akkor megkaphatod azt is, mert mondjuk hajthatod 12 voltról, ő abból ezekkel csinál egy 5 voltot az IC-nek, és te megkaphatod a 12-t is, meg az 5-öt is, hiszen ki tudja, hogy neked melyikkel. És akkor vannak még az igazán menők, azok 3,3 voltot is kiadnak, ez például csinál ilyet, a másik, amin mutatni fogok, az nem. Tehát ezekre nem érdemes alapozni, mert nem biztos, hogy minden Arduinon ott lesz. És amiért szeretjük és sikeres lett ez az Arduino, az elsősorban egyrészt a szoftvere, mert zseniális minden platformra, ami úgy értelmes, az arra elérhető, és egyszerű benne fejleszteni, akár nem informatikusok számára is. Másik pedig az, hogy ezekre úgynevezett shieldeket rakhatsz föl, mert ezeknek szabványos a hely, és az összes Arduino klónban is ezeket direkt meghagyták ugyanazon a helyen, és akkor az a shield, mint egy PCI kártya mondjuk egy gépben, kiegészíti a funkcionalitást. És hát akkor nem tudom, van-e kérdésed az Arduinoval az eddigiek alapján? Hát akkor először is bemutatnám, hogy hogyan működik egy Arduino projektnek a fejlesztése. Igen? Nyugodtan.
kézbe? Tényleg. Nyugodtan lehet simogatni Arduino-kat. Neked is? Valaki még szeretné, bárkinek adok Arduino-t simogatni. Egyébként bármikor bejöttök a Hackerspace-be, akkor tudunk adni Arduino-t. Ezeket, amik itt vannak, ezeket bárki használhatja, aki bejön arra, hogy csak úgy játszon vele, programot töltsön rá. Igazából amíg nem rontja el, addig nagyon szívesen fogadjuk, bármit kísérletezik vele. Tehát nem kell ilyet otthonra venni, gyere be, van kábel, van Arduino, rákötöd a... lehet nyilván minőségbeli különbség, de hogyha jó helyről veszed, akkor nincsen. Tehát mondjuk úgy, hogy itt is szépen, tehát a design az ugye Creative Commons license alatt van, tehát bárki legálisan gyárthat és forgalmazhat ilyet, de itt is szerintem már egész jól kialakult az, hogy van egy ilyen megbízható réteg, aki olyan klónokat gyárt, hogy arról mindenki tudja, hogy jó minőség. Például a Seed Studio-nak van a Seeduino-ja, Tavirnak van a... van ez a... mi is a neve? AVRduino-ja. Tehát igazán... zseniális. Kameramenünk egyre jobb. Szóval ezek azok a... azok, akik gyártanak Arduino klont, nem Arduino-nak is hívják általában, tehát van például Freeduino is, vagy az ott a legelső klon, de ezekről előbb-utóbb kiderül a visszajelzésekből jók. Tehát például Tavirnak nagyon tudom ajánlani a termékét, ő Magyarországon is gyártja, tehát nagyon gyorsan hozzá is juthatsz, és ha nem szereted a postaköltséget, akkor meg lehet vele beszélni, akár ilyen személyes találkozót is, és akkor odaadja neked. Tehát már Magyarországon is ez elég jól megoldható. Csak jobb tudok róla, amit kell lenni. Na, szóval, amit csinálni fogunk, az lesz, hogy föltöltünk rá egy Hello World programot. Ugye itt nincsen konzolunk, úgyhogy a Hello World az nem kiírni fog valamit, hanem villogtatja a ledet. És itt van az Arduino-ban egy ilyen kis dolog, hogy example-ok hol vannak? Sketch, nem sketch. Segítetek nekem? Jó helyen voltam, csak nem láttam. Minták ez az. Van ez a minták menüpont, example az angolban. Itt vannak olyan előre föltöltött kis cuccok, amik bemutatják, hogy működik. Látod, ilyen kis kategóriákban van rendezve, ez jön a programmal együtt, és itt a basicnél van a legegyszerűbb, ez a blink. Ez jó, be is mutatja egyébként, hogy néz ki egy ilyen programnak a felépítése. Nem tudom, C-ben, C++-ban vágod, akkor szerintem a struktúrával nem lesz baj, tehát mondjuk úgy csak kiegészíti plusz nyelvi, illetve nem is annyira nyelvi elemekkel, hanem egy függvénykönyvtárral. Tehát ugyanúgy GCC-vel fordítja a háttérben, és látszik, hogy deklaráljuk, hogy mi a 13-as pinen fogunk villogtatni egy ledet, ez a legegyszerűbb dolog, amit tudsz csinálni vele. És van két függvény, ami ilyen mágikus, van a setup, ő minden egyes alkalommal lefut, amikor újraindul a készülék, azaz például bekapcsolásnál is. Majd utána a loop az végtelen ciklusban hívódik folyamatosan, értelemszerűen akkor a setupban kell ilyen beállítást végezni. Pin mode függvénnyel meg lehet mondani, hogy valamelyik digitális pint te ki vagy bemenetként akarod használni, és innentől már csak a másik függvényben meg kell csinálni, hogy egyrészt kiírom, hogy magas állapotba állítom ezt a ledet, várok 1000 millisekundumot, majd alacsonyba is megint várok. Ennyi. Van nekünk egy ilyen kis pipa gombunk, erre lefordítja, de nem tölti fel az eszközre, és akkor a volt hiba megmondja, meg is mondja, hogy mekkora a mérete a sketchnek, és mennyi fér el az eszközön, tehát hogy ne akarjál olyat feltölteni, hogy úgyse fér bele, és végül van a feltöltés, az szépen rátolja, és ideális esetben futni is fog. Aha, mert ez egy másik Arduino. Van ez az eszközök, itt kell beállítani, hogy milyen panellel, és milyen... tehát... milyen kombinációra akarod feltölteni, ez leginkább egy 168-as Arduino NG-hez hasonlít, úgyhogy jelöljük be azt, és akkor szebben fog menni, mert az, hogy milyen bordod van, attól az is függ, most látszik épp, hogy szépen villog, feltöltötte, és most szépen 1 Hz-el villog. Tehát azért fontos ez a beállítás, mert ez azt is meghatározza, hogy milyen architektúrára fordítja, hogy a kisebbik vagy a nagyobbik chipre, mert van a 168-as, abban van a kevesebb cucc, és van a 328-as, amiben meg mindenből kétszer annyi. És ez az egyik különbség, a másik pedig az, hogy a rajta lévő bootloader milyen protokollon és milyen sebességgel várja az image-et rá. Tehát az is tipikusan olyan, hogy ha eltéveszted, akkor csak hiba üzenetet kapsz, de nehéz megmondani, hogy miért, mert nincsen egy plusz csatorna, amin ezt ki tudnák egymással beszélni.
Ha már ez ilyen egyszerűen ment, akkor át is vágunk az EEPROM részbe. Tegyük föl, hogy szeretnénk tárolni adatokat, és hát nem szeretnénk külső egységet felhasználni. Az EEPROM-nál az elsődleges, amire oda kell figyelnünk, az az, hogy nem írható akárhányszor. Tehát van egy ilyen limitált írás ideje, tipikusan van, aki azt is mondja, hogy az EEPROM-ot azt a gyárban kéne beírni, és esetleg később egyszer javításnál módosítani, de hát és itt most fontos, hogy a két elbetűs EEPROM-ról beszélünk, csak nehéz ezt magyarban így kimondani. Tehát van az egyelbetűs EEPROM, az a törölhető, programozható memória. Azt ugye UV-fénnyel kellett törölni, volt rajta egy kis ablak, és akkor ott bevilágítottál UV-fénnyel, akkor törölted a tartalmát, és programozható lett újra. A két elbetűs EEPROM-ban a plusz az az elektromos, mint hogy elektromosan törölhető. Ennek annyi az előnye, hogy ugye programból én meg tudom csinálni, hogy új tartalmat teszek rá, és erre az Arduino-nak van egy nagyon szép memo könyvtára, ez az EEPROM Library. Elég egyértelmű, hogy két függvénye van, a read meg a write, tehát nehéz eltéveszteni. Hát ugye mi most elsősorban először írni szeretnénk rá, és hát annak a szintaxisa se bonyolult, tehát van egy cím, meg egy érték. Nyilvánvalóan a címet azt addig címezheted, amíg van neki, tehát ez például egy 128-as eszköz, tehát ebbe 512 bájtot tudunk írni. Úgyhogy most csinálhatunk egy olyat, ami mondjuk elment bele értékeket. Honnan mentsen értékeket? Hát nyilván a soros konzolról, mert azt szeretjük. Ez annyit csinálunk, hogy van egy ilyen serial nevű osztály, és annak a begin nevű metódusával tudjuk inicializálni a kis soros portját. Ennek egy paramétere van, hogy milyen bitsebességgel szeretnénk, hogy menjen a soros porton az info. És itt pedig ebben a loopban ugye annyit csinálunk, mondjuk, hogy serial printelennel, nem, sima printel, az nem ír a végére új sort, azt mondjuk, hogy address, és ezek után bekérjünk tőle egy címet. Ezt mondjuk inicializáljuk nullával, és szépen végig megyünk, hogy ez most ilyen csúnya lesz, while 1, ez a legjobb, sőt, bocs, ez C++, akkor itt már lehet while true-zni is, akkor azt használjuk. És azt mondjuk, hogy először is várunk, hogy legyen adat a serial porton, pont available, ugye a felkiáltójelvel megálltuk. Na most ez egy olyan, ez a sor, ez addig fog itt várakozni, ameddig nincsen a soros porton bármi bejövő. Majd annyit csinál, hogy ugye if először is szépen beolvassuk, ez mondjuk legyen egy byte-ban, serial.read, ez egy byte-ot ugye kiolvas, if b egyenlő backslash-en, akkor szépen azt mondjuk, hogy kibrékelünk innen, ezzel megoldjuk a kilépési feltételt. Majd azt nézzük, hogyha ez nagyobb a nullánál, és kisebb egyenlő 9-esnek, ugye egy számjegyet írt be a user, akkor ezt az addresshez hozzáadhatjuk, vagyis először is az eredetit megszorozzuk 10-zel, ezzel ugye egy helyet elshifteljük, majd hozzáadjuk a b-t, amiből kivonjuk a 0s kiértékét, és akkor így egészen normalizáltuk a dolgot. De nagyon szép, és akkor a végén esetleg még egy serial printelennel elintézzük, hogy mindenképpen a túloldalon legyen egy sortörés, ha mondjuk a terminál emulátor nem tenni ezt meg helyettünk. És beszúrjuk tök ugyanezt, csak most a value-t kérjük be. És most annyit csinálunk. Igen, ilyenkor egy tisztességes programozó ezt kiabstrahálja egy másik metódusba mondjuk, de mi rondán csináljuk, mert így szeretjük. És ezek után azt mondjuk, hogy EEPROM pont, nézd milyen szépen kihighlightolta, egyrészt be kell importálnunk a függvényeit, itt a sketch függvény importálással be tudjuk hozni, be is csak egy szép include-ot, és akkor azt mondjuk, hogy EEPROM write, és azt hiszem address és value volt, ugye igen, beírjuk szépen akkor, hogy address és value, akkor ezzel ugye tudunk bele értékeket tárolni, megnézzük, hogy mit rontottam el, nem ronthattam el túl sok dolgot, mert lefordult, és mint Linus Torvalds-tól tudjuk, ha lefordul jó, ha bebootol tökéletes. Ez az ő unit tesztelési gondolata, vagy legalábbis ez volt. És akkor indítunk szépen egy
terminál emulátor szoftvert, ami lehetővé teszi. Ó, kiírt egy address promptot, zseniális. Mondjuk tároljunk le 42-es címre, ebből nem látszott semmi. Tök jó. Mert nem írjuk vissza a felhasználók az értéket. Ugye ilyenkor derülnek ki a tesztelés közben az ilyen apróságok, hát akkor legyen annyi, ezt akkor printelent is tök jól meg tudjuk spórolni, ha belerakunk egy olyan kis apróságot, hogy serial.write b. És ezzel megspórolunk magunknak egy csomó problémát. Föl is töltjük. Jó. Ezt milyen szépen visszahozza az értéket. 42-es címre akarunk írni, az Enterre nem csinál semmit. Felmerül a kérdés, hogy miért teszi mindezt. Érdemes ránézni a kódra. Elvileg, hogyha egy backslash-ent érzékel, akkor ő kibreak-el. Mondjuk ezt mégsem teszi, ez eléggé érdekes. Hát oké, de elvileg a carriage return az nem kell, hogy okozza, tehát arra ugye egyik rész se fut le. Tehát mindenképpen, tehát olyan nincs, hogy valaki csak carriage return-t küld és line feed-et, nem? Tehát, hogy a soros terminál, ha megnyomod az enter pontot, az csak egy 13-as decimális kódot. Én szerintem 10-est és 13-ast. A serial write D után iratsz ki létsz, mi az a nyelv van? Ó, nagyon jó. Neki ez nem tetszik így. Ugye? Ja, mert ez nem write, hanem print. Jó. Ugye? Nem, az volt a baj, hogy a print és a write az ugye két különböző fogalom nála. Nem, a print az a felhasználó barát kis dolog. Tök jó, most nem hajlandó feltölteni se. Igen, 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 de reménykedtem benne, hogy transziens, nem baj, akkor simán rezeteljük egyszer. Megvárjuk, hogy ez timeout-oljon, jó, akkor rezet, és most egy feltöltés. Na. Ez egyébként egészen érdekes, hogy most már föltölteni sem hajlandó, ja. Mert nyitva van a háttérbe a... Az, de nem, azt ebben állított, tehát azt a saját soros monitorjába kell beállítani, ebbe teljesen igazad is van. De a sima terminál programom az izét küld, az elvileg a GTK term, az... Az elvileg rendesen... Most már ne változtatok, de próbáljuk, hogy mit csinálni. Hát az oké, de fel akarom bele tölteni, hogy írja ki a hexa értét. Tehát ez még mindig nem ment föl, mert nyitva volt a háttérben az a csoda ablak, és emiatt ugye a portot az... Na, így már szépen föl is ment. Na. Beírok egy 4-est, akkor visszajött egy 34, és beírok egy entert. Ez kemény. Akkor neked lett igazad. Ez egyébként pakolira érdekelne, hogy miért ezt csinálja, de... Ez a dolog. Ezt örökölte 1970-ben. Terminál emulátor, egy terminál emulátor. És ez így működik. Hát... Ma is tanultunk. Ha elszívet akarsz, kontrolj egy emulátor. És milyen igaza lett az úrnak? Na. Úgy néz ki, hogy valaki többet használt soros terminált sokkal, mint én. Már csak egy kérdés a múltkor, hogy... Ja, mert a múltkor meg a beépítettjét használtuk, és ott beállítottuk. Jó. Szóval... Ma is ezt is átírjuk, és... Abszolút. Igen, titkos robothadsereg workshop lesz majd azután, hogy az Arduino workshop véget ért, azután, hogy mindenki tud végre ilyen eszközöket csinálni. Address 42, value 42, ezt most valószínűleg be is írta, ezt higgyük egyelőre el neki, de mindjárt írunk kiolvasót nyilván.
Még írjunk be akkor, ha a másik értéket mondjatok, akkor ti egyet, hogy ne preparált legyen a példa. 512-ig lehet mondani. Elsőt és... 23-ra szeretne Stefán írni. Mit írunk a 23-ra? Kettőt. Jó, és akkor most annyit csinálunk, hogy egy megváltoztatjuk a működését annyira, hogy egyszerűen Stefán nagyon rosszul néz ki. Kiírjuk azt, hogy... Tehát most módosítjuk úgy, hogy ez egy olvasó program legyen, Serial Print Read. Igen, ez sajnos egy része a dolognak, amivel kis teljesítményű eszközről van szó, meg picinek kell a könyvtáraknak lennie, például nem lehet simán stringeket összefűzni. Tehát ha te ki akarsz valamilyen komplex dolgot írni, akkor azt egymás után több printtel kell elérni, mert egyszerűen nincsen, például ugye nincsen heap, tehát nem lehet dinamikusan objektumokat létrehozni, csak a stack-en lehet, illetve ugyanemiatt benne van a pakliban az is, hogy... Kimeneti puffer az nincs. Szóval eléggé limitált a dolog. De ezt kell szeretni, ezért van print és print ellen, hogy tudjad szépen egymás után kiíratni, aztán az utolsó majd kiírja a sor végét is. És akkor kiírjuk az EEPROM read address. Ebben szerintem nem lehet összekeverni a paramétereket, és azt kérjük, hogy decimálisan írja már ki, ha lesz olyan szíves nekünk. Feltöltjük az eszközre. Igen, most nincs itt a soros terminál, így egészen csoda módon fölmegy. Address 42, read 42. 23-ra írtuk be. 2. Tehát lehet nézegetni az inicializálatlan értékeken mi van. Egyébként most látjátok, hogy kell kellemes user interface-t csinálni. Igen, úgy néz ki, hogy 255-re van a legtöbb beállítva, és ezért nullára írta valaki az egyes, most kérdés, hogy ez gyári vagy. Egyéb az EEPROM, ez akkor úgy mindenkinek érthető nagyjából. Jogos. Próbáljuk ki. Fogjuk és magic. Még működik. Elvesszük a tápfeszt, és ez most itt lebeg a semmi közepén. És újra visszaadjuk neki. Kicsit dolgozik. És nyitunk újra egy terminált. Ez újra várja, hogy mit kérünk tőle. És kiolvasok 42-t, kiolvasok 23-at. Tehát, igen, ez a legszebb benne, hogy... És akkor el lehet olvasni, hogy a datasheet mit mond, hogy ő hány évig tartja meg az állapotát így. Úgy is hazudik, igen, tehát az 3-mal, 4-jel, kinek mi a szerencse száma. Rezetnél akkor ezek el? Tehát nyomok egy rezetet, és nyomtam, akkor ugye megint ír egy address promptot, 42. Tehát az EEPROMot egyedül úgy tudod törölni, hogy fogod és manuálisan végigírod. És igazából jöhetek, tehát ugye itt most mi byte értékeket írtunk be, tehát byte-onként tudjuk címezni. Hát mi van, hogyha nagyobb értéket szeretnénk beleírni, nem tudom, mindenkinek világos-e, hogy akkor pontosan mit kéne a kódba írnunk, hogyha mondjuk mi szeretnénk egy millióig számokat be. Jó, neked megy, nektek így. Meg lenne a kód, vagy nézzünk egy ilyen példát? Nézzünk egy jó példát. Akkor minden esetben is lehetnék adni, ha sima embertét érték után, akkor olvasást teszi, és akkor így elmondani. Tetszik. Ebből látszik, hogy én nem vagyok UI. Német Ádámot kéne ide hívni, ha majd látja ezt a videót, innen üdvözlöm. Ő nagyon jó UX-es, úgyhogy ő megmondaná nekünk rögtön. Annyit kéne, hogy akkor itt berakunk egy ilyen kis speciális változót, hogy láttunk-e bármit. Hogy, mert ugye a nulla az lehet úgy is, hogy csupa nullákat ír be a user, tehát akkor nem tudna nullát beírni, hogyha ezt így hagynánk, úgyhogy ezt így kell megcsinálni, és annyit nézünk, hogy ezután azt mondjuk, hogy typed egyenlő true, és akkor itt annyit nézünk, hogy ha írt be bármilyen értéket, akkor írás van, egyébként pedig
olvasás történik, vagy energizálás történik, ki melyiket szereti jobban. Stefánnak nagyon tetszik. Ilyen emlő nincs is itt, Stefán nem létezik, ő épp robot hadsereget épít. Jó, szóval így néz ki a kis példaprogramunk most már. És egyrészt próbáljuk ki, hogy így működik-e. Aha, nyilván nyitva van a terminál. Értünk mi, ehhez csak nem akarunk. Feltöltés kész, és akkor most beírunk mondjuk az 51-esre, beírjuk, hogy 69, 51, nyomunk egy Entert, és kiolvasta, hogy 69. Zseniálisak vagyunk. Tényleg, lehet felülírni, és ez is egy jó példa. Csak nyomunk egy rezetet, hogy legyen promptunk, mert az úgy mégis szebb. 23-ason mi legyen? 5. És megint kérjük 23-as. Akkor most már 5 van rajta. Stefán nyert. Nyereménye a Matáv felajánlásából egy 20 000 forint értékű telefonszámla. Ez Axi egyébként. Nem, hát francessen bele. Jó, akkor most mentsünk el nagyobb számokat. Az address-t azt azért megtartjuk, hogy azt azért rendesen lehessen címezni. Az int az Arduino-n, egyébként ez a legjobb a C-ben, hogy az int és egyéb típusoknak baromira nincs definiálva, hogy pontosan mi lesz a szélességük. Tehát például csomóan jönnek asztali 32 bites architektúráról, ahol megszokták, hogy az int az általában 32 bites. Na például Arduino-n az pont 16. Tehát hogy ez a én engem ilyen egészen csapásként, hogy miért pont annyi, ilyenkor lehet használni ezt az uint aláhúzás szám t, meg int aláhúzás szám t, ami biztosan annyit fog adni, és az ilyen type defekkel meg van csinálva valahol a headerekben, hogy azon az architektúrán mindenképp arra forduljon. De hát mi most tudjuk, hogy 16 bites, úgyhogy nem félünk, és mondjuk 16 bites számot két egymás utáni címre fogunk beírni. Ez ugye annyira van szükségünk, hogy ide berakunk egy plusz sort, és azt nézzük meg, hogy if, hát sőt, nem, ne is legyen if, mindenképpen írjuk be két szektorba, akkor annyit csinálunk, hogy ide írjuk, mondjuk írjuk big endianba, az azt jelenti, hogy először a nagyobb helyértéket írod a legelsőbe, aztán a következőt a kisebbé, és szépen hallatsz, igazából nincs nagyon értelmes érve amellett, hogy little endiant miért használna bárki is, tehát az egyedül, amit Wikipédián olvastam és hihető, az az, hogy a tetszőleges precizitású aritmetikát könnyebb megvalósítani, hiszen hogyha neked mindig a kisebbel kezded, akkor az egy bájtosat oda rakod, a két bájtosat, négy bájtosat. Ez az egyetlen érv, amit olvastam és meg is értettem, de ha te tudsz esetleg jobbat mondani, Little Endiant miért jó? Hát hagyomány, de valami miatt kialakult annak idején, tehát amikor lehetett választani. De tehát, hogy miért választott volna? Tehát, hogy ugye, ez számomra mindig ez volt. Két lehetőség volt, és választani kellett. Logikája hibás, hogy úgy fizetsz 45 000 forintot, hogy 2-20 000-es, még egy 5-es, nem úgy, hogy egy forintosokba elkezded lerakni, amíg találsz a pénzkártyádban, nem vagyok esetleg. Ez mennyire jó ötlet, ezt ki kéne próbálni, és az a baj, hogy a magyar jogszabály azt mondja, hogy nem kötelesek 50-nél több darabot elfogadni egy címletből. Abszolút. Hát ez az, amit mondtam, igen, az egyetlen érve, ami még úgy értelmesen hangzik. Tehát most annyit csinálunk, hogy... Igen, jogos, hogy mikrofonban is megjegyezte, Stefán megjegyezte, hogy ez olyan, mint a Ruby, hogy a némi fejlesztői könnyebbségért utáni évtizedeken át az összes felhasználó szívjon. Megüzemeltető is. Amit csinálunk, az annyi, ez az NDL, ezzel lehet bitekkel éselni. Ezzel kiválasztjuk, hogy mi a felső byte-ot kérjük a kettő közül, és ezután annyit csinálunk, hogy elshifteljük jobbra, ezzel az operátorral lehet csinálni, elshifteljük ugye 8 bittel. Igazából ilyenkor kevésbé látványos, tehát én inkább a másik iránytól ózkodok, amikor valaki azt mondja, hogy én okosabb leszek, mint a fordító, és az osztás helyett shiftelést rakok be, ha kettő hatvánnyal osztok, mert én annyival okosabb vagyok, és kioptimalizálom, aztán volt, ahol egy budapesti felsőoktatási intézményben ezt még az oktató is elhitte és propagálta,
És én meg akkor csináltam is egy ilyen, a blogomon meg is lehet találni egy ilyen kis egyszerű példát arra, hogy valójában tök ugyanarra fordul le a binárisba, mert a fordító az, hát mégiscsak okosabb és több ember fejlesztette, mint az átlag fejlesztő. Tehát ez így működik, itt pedig azt mondjuk, hogy csak az utolsó byte-ot kérjük, és nem is shifteljük, mert ugye az pont ott van a helyén. És gyakorlatilag még annyi, hogy ezt ne felejtjük, hogy ezt ugye egyel arrébb írjuk, különben gyönyörűen felülcsapnánk a második résszel. És akkor olvasásnál annyit kell még csinálnunk, hogy egyszer kiolvassuk az első címet, ezt ugye elshifteljük balra, és ezt követően, igen, mindig kirakom a zárójeleket, mert sosem bízom abban, hogy megjegyeztem a műveletek sorrendjét, ezt összevagyoljuk, de egyébként lehetne összeadást is használni. Nyilván a vagy gyorsabb! Nem, tehát a... Tehát itt most azért használom a vagyot, mert van értelme, tehát valóban biteket rakosgatunk egymásra, és szépen hozzávesszük, egyet többet írtam, iprom read, address plusz 1, és azt meg ugye nem kell sem erre shiftelni. Elvileg ti szerintetek is egészen jól néz ki, nem? Egyel a zárójelek, igen. Most a zárójelek is egészen jó. Na, majdnem hasonlít egy jó szövegszerkesztőre, tehát ha rász egy zárójára, akkor a párját kiemeli, de hát soha nem fog az Emacs szintjéhez fölérni, ami pedig sose fog a Vim szintjéhez fölérni. Stefan Arsairman. Na, indítsuk el. Aha, igen, ezzel én is most gondolkoztam, hogy nem a Blinkre kéne majd rámenteni. Jó, address, és akkor most azt mondjuk, hogy most írjunk a 23-ra, és írjuk azt, hogy 13.37, ezt biztos nem lehetne egy byte-ba belerakni. És akkor most olvassuk ki. Voilà. És akkor most jön a barba trükk. Igen, ezt akartam én is. Olvassuk ki a 24-et. Annyi, hogy azért... Indítsuk újra. Még annyi, hogy írjunk a 25-re nullákat, hogy ne valami várhatatlan érték legyen ott. Írjunk a 25-ösre nullát. És akkor mi van, ha 24-et kiolvassuk? Valaki már kiszámolta, hogy mi fog nekünk kijönni. Nem baj. Ezt ki lehetett találni, van egy idő alatt. Ugye? Megnézzük, hogy a Python mit mond erre. Ez a beszéd. Nézzük Pythonba, hogy az hogy valósítaná meg. Ugye azt nézzük, hogy itt most veszük ezeket a byte-okat, ez 57, hogyha veszük az a kisebbik helyi értéken lévő byte-ot, és amit tennünk kell, 57 x 256. Abszolút! Szabadban is? Nyugodtan. Elvesztetted. Jó, arról van szó, hogy ugye egymás mellett vannak a kis memóriarekeszek. És most mindig kettőt olvasunk, meg kettőt írunk, és ugye ez úgy nézett ki most, ez szerintem legjobb lesz, hogyha felosztom a képernyőt, és egy sima szövegszerkesztőbe írogatom, hogy ugye itt volt a 22-es, nem, 23-as, 24-es és a 25-ös memóriarekesz. Ugye kezdetben mindegyikben legyen mondjuk nulla. Aztán mi fogtuk, és a 13.37-et beleírtuk, az ugye egyrészt tudjuk, hogy 57 az egyik fele, másik felét meg ugye úgy kapjuk meg, hogyha összeéseljük a felsőbbik byte-tal, majd ezt az egészet fogjuk és eltoljuk ugye 8-al. Azt kapjuk, hogy 5, ami egyébként, ha megnézed, úgy jön ki, hogy 5x2, 56 meg 57, akkor kijön a szuperlit érték. És akkor ez azt jelenti, hogy fogtuk, beírtunk ide 5-öt, ide 57-et, és így tároltuk le a 13.37-et. És akkor jött a trükk, amikor azt mondom, hogy olvassuk ki a 24-et, akkor ugye kijött az 57 meg a 0, és akkor abból így adódott az 57x256. Tehát az 5 azért jött ki, mert 8-as is lett. Jó, oké, megvan. Hát gyakorlatilag majdnem, mint a 10-es számrendszer, csak viccesen egyébként. Van az, amikor még megfacsarjuk egy kicsit az ilyen kódolást. BCD néven van ez a binárisan kódolt decimális érték. Szerintem néha borzalmasan néz ki, ami kijön belőle, viszont azt alá kell írnom, hogy nagyon egyszerű utána
műveleteket végezni belőle. Tehát például, nem tudom, a DCF rövidítés mondta nektek valamit. Óra, nagyon szép. Ez a Mindflingenben van egy adó, ami 77 kHz-en adja le 1 bit per szekundummal a pontos időt egy ottani atomóráról. Ez egész Európába fogható, tehát ha vesztek egy rádióvezérelt címkével ellátott órát, az erre a 77 kHz-re van behangolva, és... Mit? Lehetne zavarni, mondjuk... Igen, tehát... Lehet próbálkozni egyébként, bár szerintem a 77 kHz-en lehet, hogy a HIF egy idő után meg, bocsánat, NMHH mosán, előbb-utóbb megjelenne a házad előtt, és rákérdezne, hogy pénzbüntetésre vagy börtönre vágysz inkább. Tehát a 77 kHz-es szignálon is az van, hogy ugye egy bit per szekundum, és egy percenként ismétlődik a jel, konkrétan 60 másodperc alatt ad le egy teljes időt, tehát legalább egy perc kell ahhoz, hogy egy ilyen óra beálljon, és időjárás esetben két perc alatt be is áll, gyakorlatban valami rossz a vételi viszony, mert mégiscsak több mint 1000 kilométerre vagyunk tőle, de tehát például van mondjuk egy hegy melletted, vagy benn vagy egy betontömb közepén, érspanelház helyett mondjuk egy rendes, tipikus pesti bérház, akkor azért eltart egy ideig, ameddig minden bit pont jól átjön, pedig ugye azért elég jó vett, és ott is BCD-vel nyomják, tehát az órát így 40, 20, 10, 8, 4, 2, 1 helyi értékekkel nyomják le. Tehát ők ezt választották, és... Stefan Base64 és a BCD egymás beágyazásáról fantáziál. Adunk zsebkendőt neki hozzá. Nem, a Microsoftosok adnának hozzá egy kis XML-t is. Egy elvisz, tehát, hogy melyiket választott. Hát pont a minap volt is egy ilyen csodálatos kis thread, amiben valaki így írta, hogy ha neked, nem is tudom milyen technológiára mondta, hogyha neked erre van szükséged, az olyan, mint az XML, hogy valószínűleg valamit nagyon rosszul csinálsz, hogy ezt szeretnéd használni. Ugye, te sem emlékszel. Nem baj, hát ha eszünkbe jut. Legalább mindenki végignézi a videót, hát ha a végén eszembe jut. Abszolút. Na, akkor EEPROM-mal kapcsolatban van-e még esetleg kérdés, ami nagyon bennetek maradt? Ha nem elég egyébként az 512 vagy 1024 byte, akkor lehet EEPROM-ot kapni persze külsőben is, tehát lehet kapni. Hát a múltkor beszéltünk ilyen protokolli InHZC, OneWire, SPI, ezeken mind lehet kapni EEPROM-ot. Hozzánk kötöd, és már is van külső lehetőséged. Abszolút. Hát az előző két workshop, vagy ezt a mostanit és az előző workshopot jól összekapcsolni, természetesen lehetne. Tehát akár például arra is, hogy redundánsan mindkettő lementi a másik. Mikor az elpromot írod, akkor melyik eszközt írod, ugye? Csak majd ugye erre gondoltam itt a lakosságban. Van két eszköz, az InHZC-ben. Igen, tehát az InHZC-ben mindig az van, hogy egyszerre egy master beszéljen. Ha több master beszél, akkor ez a unpredictable, tehát hogy valamelyik például mondjuk, tehát tipikusan itt a potenciálokban például lehet, hogy azt jobban fogja hallani, aki ugye közelebb van hozzá, és az impulzusai jobban jönnek, tehát... Az inézőcén tipikusan ilyen open connectoros. Na de ha ketten kezdik el lehúzogatni. Hát alacsony marad, de lényeg, hogy igazából egyik sem fogja tudni az akaratát átvinni. Így van. Protokoll meg fogja sérteni. Tehát onnantól az, hogy mit csinál a periféria, meg a többi master, tehát hogy a másik master, aki azt hiszi, hogy éppen ő beszélgett, hogy ő mit fog gondolni, az a... Ha valami történik, de ezt inkább nem specifikáljuk. Hogy akkor meg annyi, hogy minél ezt nem átadod az értéket, ő meg tudja, hogy ez az érték, ez belírom az EEPROM-ba. Akár. Hát de például ez tipikusan egy olyan, hát ez már egy tipikusan egy ilyen elosztott konkurencia probléma, amire már a számítástechnikai világban is nagyon jó pofa megoldásokat tud kitalálni, és egyik sem működik igazán. És 2 kilobájt általában elég az ekkor. Mármint egy. Hát egynek egy van. Jó, most a poénkedőre kérdeztem, nyilván nem komolyan akar a vinnak. 8 Arduino az EEPROM-ot.
Abszolút. Egyébként a tippes robotapság van az, hogyha ilyen redundáns minden elvélőbölítés, minden elvélőjel most. Igen. Arduino, másik még hagyja talán a gyilkológiát. Eltakartam a mikrofont, hogy a legtöbb tervet ne tudjuk meg. Jó, akkor az EEPROM az mindenkinek világos, ennek nagyon örülök. A... Szeretnél? Stefán, megállítod? Ha ti nem, akkor nem. Nos, a folytatásban folytatjuk a játékot a beépített dolgaival az Arduino-nak. Egészségedre. És... amivel most játszani fogunk, az a flash memóriája. Ugye azt mondtam, hogy azt egyszer programozáskor telírod, és annyi, azzal többet nem tudsz játszani. Kérdés, akkor az neked miért jó, hogy flash memóriád van? Ugye például most is ezt lefordítottuk, ezt a baromi bonyolult programot, és lett összesen 2,5 kilobájt, semmi. Tehát van helyünk. És igazából van jó pár eset, amikor neked valamilyen konstansot jó lenne, ha fölvihetnél magaddal, és azt utána használhatnád, mert ugye tipikusan például színuszfüggvényt is úgy számítasz, hogy fölviszel magaddal egy konstans táblát jó pár esetben, mert annyira lassú, tehát ugyan nyilván egy matematikus megmondja neked, hogy azt szépen visszafejted egy olyan sorba, ami már annyi adatos tagokat tartalmaz, hogy neked jól kijön, tehát elég jól közelíti, de a valóságban azt egy ilyen CPU-n leimplementálni sokkal gyorsabb, ha megcsinálod egy konstans táblába, és abba beleindexelsz. Úgyhogy vagy egy másik példa, amit ugye nem tudtam a múltkor demonstrálni, a Charlie Plexing-es LOL Shield, ott ugye fel kellett egy mozgóképet vinni, azt jó, ha kódba bele tudod rakni. Úgyhogy szerencsére a GCC-sek azok nagyon ügyesek voltak, és egy nagyon szép interfészt adnak ahhoz, hogy a flash memóriába fölcipelhess magaddal a dolgokat, és ez pedig a ProgMem-nek nevezett eszköz. Ez úgy néz ki, hogy a forráskódodban megjelölhetsz bizonyos konstans változókat úgy, ezzel a ProgMem direktívával, itt látható is a pontos szintaxis, hogy fogod, és egyszerűen ugyanúgy deklarálod, hogy bármilyen más változót, csak hozzáírod, hogy ProgMem. És innentől kezdve, ami ebbe a változóba van, az nem a RAM-ba kerül majd bele, hanem ott marad a flash memóriába, tehát 2K helyett van, mondjuk 32K helyed, amiben ezeket tudod tárolni. És szépen, hát ugye innentől kezdve oda nem címezhetsz csak úgy be, mert ugye amilyen címzést használsz, az a RAM-nak a címtere. Tehát kellenek különleges függvények, és hát egyrészt kell akkor ez a fura kis include, ez ugye eltér az átlag Arduino-stól, mert ilyen AVR per is van benne, mert ebben igazából nem léptek túl a standard cuccon, akkor ezt először is elmentem másképp, hogy meglegyen, és majd szépen föltöltjük, és a videóban látszani fog, hogy honnan lehet letölteni. Tehát ide mondjuk elmentjük EEPROM REPL, mert Stefán szereti a valami REPL. Ja, de nem is, mert az a filter, ide kell írni a fájlt. Látjátok, ez olyan UX-es ez a program, főleg ezek a szép szögletes gombokkal. Jó, ez el van mentve. És, csináljunk egy újat. És amit mi itt csinálni fogunk, egyrészt beinkludoljuk ezt a PGM Space-es dolgot. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy tud-e ilyet ő is importálni. Nyilván nem tud, mert ahhoz azért már buta lenne. És akkor azt mondjuk, hogy void setup-ba, azt megcsináljuk, tehát a szokásos boilerplate, void loop. Egyébként ha valaki tud céljul, annak ugye elmondanám, hogy valójában ugye itt egy main függvény van, ami meghívja a setup-ot, majd egy végtelen ciklusban a loop-ot. De legalább rajta van még az overhead-je is a hívásoknak. Ezért van aki, tehát a igazán hardcore-ok azt csinálják, hogy ide raknak előre egy foot, és ide a végére egy goto foot, mert akkor le lehet küzdeni az ilyen csúnyaságokat. Ilyenekről majd lesz egy következő utáni workshop, talán ahol az optimalizációról beszélgetünk. A white route az egészen közelít hozzá egyébként, de például az ugye, hogyha rendes indentálást használsz, akkor az egyrészt ugye egyel beljebb rántja az egész kódodat fölöslegesen, másrészt sose lehet tudni, hogy a fordító azzal mit csinál. De... Szóval, tehát a GoTo az mindenképp IMP-re fog fordulni, abban az egyben legalább biztosak vagyunk.
Szóval, amit mi most csinálni fogunk, az az, hogy fölveszünk egy szép mondjuk karaktertömböt, kar, és akkor mi legyen ez konstans, és ide írjuk, hogy progmem, és szépen elkezdjük írni a szöveget, hogy ez egy olyan szöveg, ami nem a RAM-ból lesz elérhető, hanem flashből. És ezek után azt mondjuk, hogy serial.begin 9600, és szépen itt annyit csinálunk majd a loopban, hogy serial-on elküldjük neki. De akkor ugye hogyan is lehet ezt megcsinálni? Hát itt trükkös dolog. De egyrészt itt szépen írja, hogy nagyjából majdnem minden variációt elfogad abba, hogy hova írod a progmemet. De szerintem is egyébként ez a felső az annyiból jó, hogy a szemedet nem rontja. Tehát mindenképp az első oszlopa az, az lesz, hogy mi a változó típus, a második a neve, és ha különleges progmem, akkor az. Hát általában tömböt csinálsz, tehát, tehát a primitív adattípusokból felesleges a flashbe rakni. Tehát talán a legnagyobb ugye mondjuk lehetne egy float, ami, sőt nem is float, bocsánat, double, az ugye 8 byte. Tehát azt még nincs nagyon értelme progmembe rakni. És akkor itt jön az, hogy ez az, amire nincsen Arduino library, hanem a standard AVR könyvtárakat használjuk, ezért itt nem ilyen objektumorientált felületeket csinálunk, hanem ilyen PGM read word, PGM read byte, mert ugye C-ben ez az egyetlen módszer arra, hogy neked namespace-eid legyenek, hogy ilyen prefixeket raksz hozzá az összes funkcióhoz. Tehát most, amit csinálunk, ha ezt ki szeretnénk iratni, akkor ugye mondjuk olvassuk byte-onként, tehát mondjuk azt csináljuk, hogy int i egyenlő 0, nulláról indul a ciklus, i lesz a ciklus változónk, i kisebb, mint fenét! I plusz plusz, majd belül kiugrunk belőle, mert mi ügyesek vagyunk és okosak. És ugye? Mindig jól kezdődik. Nem noob-oknak. Szerintem nagyon művelt urak ülnek, aztán ők majd jobban csinálják, ha nem így gondolják. A tisztelt YouTube néző, az pedig most legalább tudja, hogy ezt nem feltétlenül így kell csinálni, de oktatási célra tökéletes. Szóval... Igen. Tehát a B-be szépen mindig beolvassuk, hogy PGM read byte mir. Igen, tudjam, hogy melyik desktopon mi van, ugye? Mir. És akkor kell neki az, hogy én hanyadikba szeretnék olvasni. Ez ugye az i lesz. És akkor itt csinálunk egy olyat, hogyha nem B, de ez olyan csúnya, inkább fejtsük ki. Ha B az egy null karakter, ugyanis a C az mindig a stringek végét egy nulla byte-tal lezárja, akkor lépünk innen szépen ki. És azért, hogy ez ne fusson olyan gyorsan, mondjuk rakunk egy 500 millisekundumos várakozás még közé. Ezután, hogy ki van olvasva, annyit kell csinálnunk, hogy serial.write, és ugye a B-t kiíratjuk neki, és ide a végére rakunk még egy kis sortörés, sőt egy kocsi visszát is, hogy mindenkinek megfeleljünk. Bocsánat, igen? A flash meg a RAM között sebességbeli különbségek mennyire érezhetőek, vagy érezhetőek fel? Kolléga. Igaz, teljesen igaz. A konstanshoz kellett volna hozzáadni az itt. Tehát ez ugyan lefordult, de nem azt csinálta volna, amit szeretnénk. Tehát ilyenkor ilyen csúnyát csinálunk, hogy ugye C-ben a tömb és a pointer között igazából nincs különbség. A C azt csinál helyettünk egy kis magic-et. Tehát valójában szintaktikai magic az, hogy tömbök vannak a C-be, valójában pointer lesz belőle. Tehát megcsinálhatjuk azt, hogy hozzáadunk plusz i-t, és akkor az annyival elshifteli. Tehát ez megegyezik azzal, mintha ezt így mondanám, de így egy kicsit talán, mi is mondjam, most épp így látványosabb. Töltsük is föl. És nézzük, hogy mit csinál. Voilà. Gyönyörűen írogatja ki. Hát egyébként nyilvánvalóan lassabb, mint a RAM. Tehát az, hogy mennyivel, arra nekem nincsen mérésem, de az biztos, tehát a RAM-ra
ilyen 1-2 óra jeles utasítások vannak, amik a RAM-ból olvasnak, de inkább kettőt mondanék. Míg a Flash-nél van egy plusz indirekció. Más kérdés, hogy például nem tudni, hogy ez mennyire tud szó alapú, tehát hogy egyszerre mekkora blokkokban tud olvasni a Flash-ből, tehát lehet, hogy Flash-ben meg tudod azt csinálni, hogy szépen ő kiolvas belőle a dolgokat, de még a RAM is lassú mondjuk a regiszterekhez képest, és például a GCC van olyan okos, hogy a helyi változóidat, ameddig van szabad regiszter, inkább oda pakolja, tehát a RAM sem a leggyorsabb. Kivehetem, de az a baj, nem fogjuk látni, mert ugyanazt a szöveget írja ki mindig. Igen. Int. Na, francot az egészben. Globális változókat használunk. Az öregek, ezt tényleg nem csináljátok otthon. I egyenlő 0. És annyit csinálunk. Na jó, szép. Hát, Stefán azt mondja, hogy globális változókat ne használjunk. Kérdés, hogy miért? Ilyen környezetben szerintem teljesen elfogadott a globális változó, mert igazából nincsen párhuzamosság a rendszerben, ami problémát okozhatna. Tehát nincs egy op-rendszer, ami fölött több processz futna. Ugyanaz fut körbe-körbe. Tehát a globális változó gyakorlatilag az egyetlen módunk arra, hogy két loop hívás között adatot adjunk át, meg ne kezdj el a stack pointert fölle küldözgetni, csak azért, mert ugye véget ér a loop hívás, a helyi változók miatt visszalépteti a stack pointert, újabb loop hívás megint leléptetjük, tehát őrület. Hát az nagyjából ugyanaz, mint a globális. Nyilván a scope-ja, tehát igen, valóban elhangzott a szép megoldás. Statikot használni, statik használatával szintén lehet szépet csinálni, de igazából szerintem nem okoz problémát egy globális változó ilyen esetben, mert nem annyira bonyolult a programunk, hogy szervezésbeli gondot okozzon. És akkor annyit csinálunk, hogy mindig az elején még ki is írjuk, serial.print, that's, és de rendes leszek, nem ott növelem, hanem utána, j++. Milyen gondoltam rá, melyik legyen? Mit preferáltok? Gyönyörű, ez a legszebb megoldás. Nem írunk, string elejére berakjuk. Ez nagyon tetszik, ez respect. És kivesszük a delay-t. Várjál, lehet, hogy túl gyorsan nyitott. Ja, mert csak fordítottam és nem föltöltöttem. Lám, ezért fontos figyelni, mit ír ki a számítógép, mert általában... Hát én úgy láttam, hogy egyébként nagyjából egy másodperc alatt 10 sort ír ki, nem tudom ti milyennek méritek. Tehát nagyjából egy másodpercenként ugrik egyet a 10-es. Igen, egy picit gyorsabb, tehát... Az a baj, hogy ebben nehéz meghatározni, hogy mennyi késleltetés van abból, hogy a sorosportra írogatunk. Tehát... De lényeg, hogy a RAM, az RAM-nál mindenképpen lassabb lesz a Flash-ből bármit is olvasni. Inkább azért, mert ugye eleve először a RAM-ba beolvasod, és onnan nyomod, tehát mindenképp vicces, tehát így lehet játszani vele. Csak annyi fontos, hogy ne próbálj meg soha megcímezni egy ilyen tömböt közvetlenül, mert ez nem a RAM-ban van. Tehát abból ilyen nagyon csúnya dolgok tudnak kisülni, főleg mert nem fog exception dobni. Tehát ha ebbe hiba történik, akkor ő igazából nem nagyon tud neked visszajelezni, ha csak nem veszel egy jó drága G-teges debuggert, és állsz neki szórakozni a gépről. Ha valaki utál, akkor ha megcímez az elejét, ahol maga a programban, akkor az a tökörúgás kategóriának. Ugye, két kilobájtot elfoglal a programot az elején, és te belecímz a labba. Igen, kérdés, hogy mi van, ha belecímzek a saját programomba? Igen, egész jól ki lehet olvasni. Oké, csak ugye téged nem biztos, hogy hallanak a YouTube-os nézők is. Tehát belecímzel a Flash memóriába, a saját programrészet, tök jó ki tudod olvasni. Írni amúgy sem tudod, de legalább elindulhatsz azon a verseny, hogy ilyen legrövidebb program, ami kiírja a saját forráskódját és hasonlók. Ott ugye mindig fölmerül a kérdés, hogy mennyire legál az üres program. Tehát jó pár fordító elfogadja, ha más nem egy kis kényszerítéssel, hogy leforduljon egy üres program, ami valóban nem csinál semmit.
Abszolút, bootloadert is ki lehet iratni, teljesen jogos, sőt, hát ugye még mindig felül is csaphatjuk magunkat, ha bootloaderként kezdünk el viselkedni. Hát igazából a Flash-ről nem is nagyon tudok többet elmondani, van-e kérdés esetleg a Flash-sel kapcsolatban? Kérdés, hogy a HTML5-tel mi a viszonya? Ez nagyon jó, lehet rá HTTP szervert rakni, és akkor HTML5-öt a Flash-ből szolgálhatod ki. Egyébként igen, videót, nem egyébként videót szolgálnál ki róla, van egy nagyon jó GitHub repo, ami bemutat egy olyan módszert, ami IE6-on is működik, minden böngészőben tud videót kiszolgálni nagyon egyszerűen, és még plugin se kell telepíteni hozzá. Így van, AnimGIF, ugyanis a GIF nem tartalmaz olyan headert, ami megmondaná, hogy hány képkocka van, tehát amíg a böngésző kapja a képkockákat, ő azt megjeleníti szolgai módon, tehát anélkül, hogy bele ne pufferelve, például Arduino-val is tudnál folyamatosan nyomni ki egy TCP kapcsolatban egy végtelen GIF-et, amit a böngésző nyilván megjelenítene, tehát így akár tudnál mondjuk egy egér kamerájából kiadni képet, tehát lehet játszani ilyenekkel. Jó, akkor mivel a Flash-ről akkor nincsen igazából több kérdés, mennénk tovább akkor arra, amit igencsak hype-oltam, hogy SD kártya. Az SD kártyát amiért szeretjük, az hogy igen, lehet nagyon nagy méretűeket venni, tehát de 32 giga, lehet, hogy már van 64 is, mert nem is érdekel. Amiért szeretjük, hogy ugyan van egy proprietary interfésze, amiért jogdíjat kell fizetni, stb., és azzal lehet mondjuk például SDHC esetén nagyon sok megagigaterabittel kiszedni, meg ráírni a dolgokat, mondjuk ahhoz, hogy Full HD videót tudjál rá fölvenni, de még mindig mindegyiken elérhető egy SPI alapú interfész, SPI-t a múltkor vettük a workshopon, ez egy nagyon primitív kis soros interfész, egyszer egy bitet nyomogat át rajta, de működik, és jó párszor ez a sávszélesség megfelel mondjuk egy mérő alkalmazásnak, ami mondjuk másodpercenként naplóz bele 15 bájtot. És ugye mondtam, hogy van saját SPI interfésze az AVR-nek a múltkor, tehát jó pár részét nem is kell nekünk megvalósítani, hanem a hardware aszinkron módon a háttérben nekünk elintézi ezeket a dolgokat. Az első szint, amivel nekifutunk, az az, hogy csak simán RAW módban az SD kártyával játszunk, és azt most nem is ezen a eszközön fogom bemutatni, hanem a sajátomon. Ugye első feladat, hogy egyáltalán kapcsoljunk hozzá egy AVR-t. Stefánnak nem tetszik. Hogy mi micsoda ezen? Az alsó piros bord, az egy Diavolino. Az alsó piros bord egy Diavolino, ami egy olyan Arduino klón, ami nincsen rajta az USB-RS 232 chip, ezáltal nem dobsz ki fölöslegesen pénzt, ha egynél több Arduino-t akarsz használni. És mivel innentől nincsen rajta felületszerelt alkatrészt, te is összerakhatod, mert minden más alkatrész furat szerelt egy Arduino-n. Ennek a bordnak, ami ilyen rondán néz ki, ennek az egyedüli szerepe az, hogy 3,3 voltot biztosítson, mert ami fontos, hogy az SD kártyák 3,3 voltról mennek, nem pedig 5 voltról. Tehát egyrészt ők ennyit fognak visszaadni, ami azért nem baj, mert a 3,3 volt még mindig több, mint a 2,5, ami a komparálási szint 5 voltos rendszerekben általában. Ugye kapok egy kijavítást jobbra. És tehát egyrészt tápfeszültségben neki 3,3-at kell adni, és az összes kommunikációt is erre kell levinni. Mivel itt nem folynak nagy áramok, ezért én teljesen jónak tartom azt, hogy ezen a kiegészítő bordon, ami az SD kártyát kezeli, ezen ellenállás sokkal van megoldva, és sima ellenállásos feszültségosztó, ami azon az elven működik, hogyha te bekötsz a jeled és a föld közé két ellenállást, és a két ellenállás közös pontján kivezeted a feszültséget, akkor az azon lévő feszültség pont olyan úgy fog aránylani a bemenőjelhez, mint a két ellenállás értéke egymáshoz. Tehát hát körülbelül, mint a színusztétel, ahhoz hasonlítanám, tehát ott is, ahogy aránylik, úgy fognak kijönni az oldalak nagyságához képest a szögek. Itt ugyanez van, hogy ahogy te belövöd az ellenállásokat, pont olyan arányban fog osztani, és itt egyszerűen úgy választottam meg, hogy 3,3 és 1,7 arányban oszta meg, és nyilván az összes áram el fog folyni azokon az ellenállásokon, azok melegednek, de mivel itt nem is tudom, mikromilliamperekről beszélünk, ez nem fog olyan különösen nagy melegedést okozni, tönkre menjen. Kérdés lehet, hogy a fenébe csinálunk ajzatot az SD kártyának, mert venni az mégiscsak túl egyszerű.
A legjobb dolog az az, hogy lehet kapni ezeket a micro SD kártyákat, amik egyrészt tök jó picik, nagyon menők, mobilba beletehetők, de ami még jobb bennük, hogy általában adnak egy átalakítót hozzá a nagy SD-re, aminek viszont a pinoutja az pont szépen kijön a standard ilyen tüskesornak a méretezésével, tehát nagyon szépen hozzá lehet forrasztani úgy egy SD kártyát, ezt meg is tudom szerintem mutatni képen, hogy hogy néz ki a Hacktivity-s előadásomból. Uh, 2012, Beamer és VSA USB. Igen, itt látszik az anyád kínje. Itt látszik szépen, egyrészt így néz ki egy SD kártya, meg is vannak számozva a pinjei, ezt Wikipédiáról szedtem, és itt látszik ezen a részen, hogy igazából egy sima tüskesort, aminek így el van hajlítva a 90 fokban a lába, azt itt szépen egyenként hozzáforrasztottam, pont úgy szépen kijön a dolog, és így néz ki, fölül van a kész változat, igen, ez két fénykép összegimpelve. Tehát alul láthatót, fölül már ráforrasztottam, hát glút raktam rá, hogy meg is fogja. És utána itt vannak azok az ellenállások, amik szépen pont úgy leosztják a dolgot, ahogy kell. És végül ez a tüskesor, ez pont úgy jön ki, hogy az Arduino-nak az SPI lábaira, meg itt szerencsére ide fönn van még egy plusz földünk kivezetve, tehát pont minden pin egy sorban ott van egymás mellett, úgyhogy csináltam egy ilyen egyszerű bordot, ami egy az egybe lehetővé teszi, hogy egy Arduino rá legyen kötve egy SD kártyára, vagy fordítva, ugye ki hogyan értelmezi a hierarchiát. Mit? Ő az, akit mondtam, hogy ő egyedül arra való, hogy 3,3 voltos tápfeszültséget állít. A csatlakozó az felesleges, az annyiból maradt itt, hogy annak idején csináltam ezt a Fuji nevű projektet, ami a hátam mögött van. Tehát itt van a soros, vagy párhuzamos sport. Azt csinálta azt, hogy ilyen G-teget tudjál vezérelni vele, és az ki rá van kötve valamelyik lábaira, de azt most nem használjuk ki. Ez arra volt jó, hogy egy USB-s G-teg megoldást csinált, és örültünk neki, de azért használom újra, mert van rajta egy 3,3 voltos táp. Ez egy olyan Arduino, amiről azt is lespórolták. Tehát ez egy jó példa arra, hogy miért nevet készpénznek, hogy itt ezen például van egy 3,3 voltos kimenet, mert lehet, hogy nincs. Tehát ez itt egy olyan kis tranzisztornak kinéző háromlábú tápszabályozó, ami egyik lábán bejön 5 volt, másikon kiad 3,3-at, attól függetlenül, hogy te mennyivel terheled meg. De egyébként ha nagyon még tovább menjünk, akkor ezt is lehetett volna ellenállásos feszültségosztóval csinálni, mert a fogyasztása sem nagy, tehát nem memória kártyáról beszélünk, de én rendes voltam és így csináltam meg. Tehát ne hallgassatok arra, amikor Lady Ada leírja a blogján, hogy szerinte ez nem elég reliable, és ő ilyen hatalmas nagy IC-kkel oldja meg, hogy szintén lesz az 5 és 3,3 voltos dolgokat, és igen, neki ebbe az a biznisz, hogy ő elad ezzel egy shieldet. Végülis nagyon szép shield, meg akkor ő már úgy adja, hogy mondjuk van rajta egy DAC, és akkor tudsz WAV fájlokat lejátszani róla, tehát van annak is értelme, de ha te csak annyit akarsz, hogy egyszerűen hozzáköss egy ilyet, akkor ez tökéletes. És most fejlesztői környezetnek sem az Arduino-t fogjuk használni, hanem a első alkalommal bemutatott Ars Const. Szövegszerkesztőnek Vimet használunk. Az első, amit bemutatunk, ez a nagyon low level cucc. Ezt az SD Raw nevű könyvtárat, ebben az a jó, hogy tényleg kvázi semmilyen Arduino library nem kell ahhoz, hogy ezt így használd. Ő annyit csinál, tehát csak blokk szinten teszi elérhetővé. Tehát ez egy adott számú byte-ot tartalmaz, azok blokkokra vannak osztva, és szépen lehet blokkokat írni, olvasni. Semmi más nem csinál. És ez a példaprogram, ez annyit csinál, hogy a setupban beindítja a sorosportot, vár egy picit, inicializálja a kártyát, ami addigra talán észhez tért, hogy ez a várakozás azért kell, mert egyszerre kapsz áramot a kártyával, és nem biztos, hogy a kártya gyorsabban észhez tér, miután áramot kap, úgyhogy nem árt, hogyha várunk egy kicsit. Ez általában a datasheeten le van írva, hogy mennyit kell várni, és hogyha jót akarsz, akkor kétszer annyit vársz legalább, mert ki tudja, hogy működik az áramkör. És végül ennyit csinál ez a print disk info, ez szépen kiír néhány alapadatot a kártyáról. Ezt nem is tudom, 2000 forintért vettem, nagyon sok gigás, nagyon jó kártya. És hát utána egyébként valamiket tudna rámenteni adatot. Itt van ez a print, hogy volt, hát itt van print disk info, eléggé egyszerű.
És akkor most elvileg lefordítás úgy, mert nyomok egy sconce-t, és akkor látja, hogy ő már teljesen van fordítva, vagy hogy megmutatom milyen, hogyha clean-eljük, és így fordítjuk le, akkor pörög egy csomó szöveg. És a végén látszik, hogy a legutolsó utasítás volt az, ami szépen összerakta ebbe az sdraw.o-ba, belerakott mindent, beállítja, hogy 16 MHz-es az Arduino, ezért hülyeség, hogy ezzel én 20 MHz-et mondtam, ad meg a 328p-re fordítja le, 1.0-as Arduino-t használunk, tehát ez olyan, mint a Make, csak Pythonban van írva ez a sconce, és ez az rsconce, ez annyit csinál, hogy Arduino projekteket tudjál ezzel a Make-szerű sconce-szal lefordítani. És a végén még azt is megcsinálja, mint az Arduino, ami ugye kírja, hogy mekkora a cuccod, ez is itt kírja, hogy pontosan mekkora a mérete annak, amit lefordítottál. És ha nyomsz neki, rákötöd a gépre az Arduino-t, és nyomsz neki egy olyat, hogy sconce upload, akkor szépen föl is írja, ugyanazzal az eszközzel, mint az Arduino, tehát ami Arduino-ban működik, az ezzel is. És akkor most megint nyomhatunk egy olyat, hogy nézzük meg, mi van a sorosporton. Nyomunk neki egy resetet, mert a jelek szerint nem akarja kiírni, amit kellene neki. Ej, te miért nem írod ki, amit mi szeretnénk tőled? Az a baj, hogy szerintem egy kicsit kontaktos itt minden rajta, és emiatt nem indul be rendesen a kártya. Ez az, amiért nem szívesen húztam volna ki és mutattam volna meg, de... Read Disk R. Arra mit csinálsz? Tehát örülnék, ha működne. Mert egyébként az SD kártyának amellett, hogy ugye tudsz rá, tehát olcsón megveheted, és sokkal nagyobb tárterület ad, mint bármi más, és nagyon olcsó. Megvan az előnye is, hogy utána simán átdugod egy gépbe, és olvashatod. Tehát az EEPROM-ot ezt ugye csak az Arduino-n keresztül tudod kiolvasni legközelebb, de ezt bármikor meg tudod csinálni, hogy szépen olvasgatsz róla. Biztos, hogy van, tehát hogy ez igazából működött még egyszer, mikor teszteltünk, de akkor is csak sokat szóra. Tehát akkor se az volt, hogy mindig bedugtam, és rögtön működött. Így néz ki, ismét megmutatom, ha már végre kihúzom. Nem tudom, hogy így tartom, akkor talán produktívabb lesz. Aha. Na most már kiírta a szeriál számát a kártyának, meg hogy mekkora. Hát ebből ugye, ha itt elkezdjük highlightolni, akkor kijön ez egy 2 gigás kártya. Illetve ha jól tudom, azt hiszem, ki is húzom, megnézhetjük. Igen, ez egy 2 gigás kártya, annyit is lát belőle. És igazából innentől lehet játszani vele olyanokat, hogy mondjuk irogassunk egy szektorba az alapján, hogy mit olvasunk be a usertől. Tehát ha azt mondjuk, hogy az SD card inót elkezdjük szerkeszteni, akkor mondjuk ide az elején ugye hát welcome-ot azt kivesszük, na jó, rendesek leszünk, csak kikommenteljük, print disk infót kikommenteljük, és mindössze annyit kérünk tőle, hogy kiírunk megint egy ilyen jó kis szöveget, hogy address és a szókör sose felejtsük el. És akkor megint várunk, ameddig nem jön valami. És igazából, de átemelhetnénk azt, amit eddig írtunk. Mindegyik, kikeressük a sketchbookból. A sketchbook az mindig a home könyvtárunkban van, és mi volt a neve? EEPROM-REPL. Így van. Innen szépen egy-egybe kikopizom, mert most ilyen schmittelős hangulatomban vagyok. Sőt, igazából jöjjön az egész, és annyi legyen, hogy átalakítjuk, hogy EEPROM helyet használjunk. De elvileg ugyanazt kéne tudnia, mint az előzőnek, csak amíg ezt jó lenne, nem a setupba raknám bele, ugye ezt is így gondoljátok, és inkább a loopba. És itt a loopban pedig kivenném az ilyen furcsa dolgokat, így nem. Tehát most már a loop teljesen a miénk, azt csinálunk, amit akarunk. És annyi, hogy az EEPROM-okat ki kéne venni. Vagyis hát először a write-ba azt csináljuk, hogy
nézzük szépen, hogy az SD-RAW house mit tesz lehetővé. Itt van leírva gyakorlatilag a teljes... Tehát ez a teljes API-ja. Hát a, itt van egyszerű SD-RAW write, kér egy offsetet, puffert és length-et. Tehát itt már komplett... komplett sorokat, vagy komplett byte-tömböket lehet kiírni. Tehát ez esetben itt most szépen annyit kérünk tőle, az offset az legyen az address. A puffer, az hát az, amit épp ki akarunk írni, az ugye most éppen egy ilyen int érték, úgyhogy azt mondjuk neki, hogy end value, ugye? Igen. És azt mondjuk neki, hogy az értéke az pedig size of value. Ez C-ben azt adja vissza, hogy hány byte nagyságú az adott változónak a értéke, tehát ez esetben ő kettőt fog visszaadni. Az end value mondja meg ugye, hogy mi a címét szeretnénk annak a változónak, mert itt pointert kell átadnunk. Tehát itt akár mi átadhatnánk neki egy 500 byte-os cuccot is, ami egyébként jobb is, mert az SD-re blokkonként lehet írni, tehát ha te egy byte-ot írsz bele, akkor az SD valójában azt fogja csinálni, hogy fogja, kiolvassa a teljes blokkot, megváltoztatja benne azt a két byte-ot, amit te ki akartál írni, majd visszaírja a blokkot. Ez mondjuk különösen rossz lehet, ha te mondjuk azt találod ki, hogy te egyesével írogatod végig a blokknak az összes byte-ját, mert akkor az annyiszor kiolvassa, újraírja, és egyrészt az SD kártya a tartalmának, tehát a hamarabb fog tönkre menni, mert ez se örök életű, másrészt lassú is lesz. Úgyhogy például az SD RAW-ba is nagyon szépen be lehet állítani, hogy mit akarsz, és beállíthatod, hogy ne puffereljen, vagy épp az, hogy puffereljen, és akkor nem történik azonnal meg az írás, hanem amikor itt arról ezt az SD RAW szinket meghívod, akkor íródik majd ki a puffer tartalma, és akkor szépen te kezelheted kényelmesen byte-onként, de valójában csak amikor az egész lapot ki akarod írni, akkor fog kimenni. Akkor megvan a write. A read az hasonlóan egyszerű. Raw read, azt hiszem annak is hasonló a paraméterezése. Offset buffer length. Hát ez egyébként eléggé kísértetiesen ugyanaz. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy most hogy fog tárolódni a kártyán a dolog. Little Endian, Big Endian. Így van, a helyes válasz, ahogyan tárolja a CPU a saját memóriájába, mert ugye ezt te nem tudhatod. Hát egyébként igen, most, hogy ugye belefejlesztjük ezt, majd ki tudjuk nyomozni. Egyébként, ha jól tudom, a Big Endian a AVR, de erre nem tenném le a nagy esküt. Tehát annyi, hogy itt most megint a value-t használjuk, és így olvasunk ki belőle, csak hogyha a RAW-t nem elvel írom, akkor az sokkal közelebb van az angol helyesíráshoz, amihez az Arduino szokva van. Ugye? Nagy dolgok derülnek ki. Na és mi a bajod? Azt mondja, hogy nem tud az intből uint 8-at csinálni. A második argumentumával van mindig baj. Az pont a cím, de szerintem igen, az zavarja, hogy ez valójában nem byte-ra mutat, de hát ezt kasztolással oldjuk meg. Tehát minket ilyenekkel nem lehet zavarba hozni. Na már csak. Aha. Mit mondasz? Azt mondja, hogy int csillagból... Ja, uint 8-t egy csillaggá kell. Szóljatok, hogyha hülyeséget írok, mert képes vagyok rá, sőt. Na, hogy lefordult mindjárt? Nem próbáltunk... Így, hogy nem próbáltunk pointerből hirtelen értéket csinálni, ez még kicsit kellemes, de legalább látjuk, hogy annak is van értelme, hogy a warningokat néha errorként kezeljük. Jó, és akkor most már csak annyi, hogy nyomunk egy sconce uploadot. Használjátok Vim-et egyébként, látjátok mennyi mindent tud. Erre szoktam mondani, hogy maga a Unix az egy nagy ide. Tehát akinek ide van szüksége, telepítsen egy Unix-szerű oprendszert. Van benne szövegszerkesztő, debugger, jó kis parancsoros interfész, minden benne van, ami kell. Úgyhogy indítsunk is egy jó kis GTK termet. És indítsuk újra az Arduino-t, hogy érezze meg, hogy törődünk vele. Legjobb lenne egyébként, ha valaki tudná majd olvasgatni tőlünk függetlenül is a dolgot. Nem írja ki az address sem, ez engem egyébként kiborít, de...
Hát ez mintha teljesen megkukult volna. Lehet egyébként, hogy... Hát nézzük meg a kódot, ez általában elég jól leírja, hogy valószínűleg már megint mi elrontottunk valamit, de erről ő nem tud. Tehát igazából a setupban elindítjuk ezt, várunk egy másodpercet. Mit írt ki? Az address-t nem írta ki, ez a furcsa. Tehát oda el kéne jutnia, hiszen ha ezen túl jut, már pedig itt nincsen semmilyen visszaugró utasítás, tehát itt két kimenettel van, vagy tudta inicializálni a kártyát, akkor rögtön ide kéne jutni egy address, vagy ha hibás, akkor meg kiírja ezt a stringet, és egyébként akkor is előbb-utóbb ide eljut, tehát mi lenne, hogyha törölnénk mindent, újraépítenénk, hiszen ezt már megtanultuk más rendszerek alatt, hogy ez mindig segít, ha a rendszert visszaállítjuk egy ismert jó állapotba, van, aki ezt újraindításnak is nevezheti. És figyeljük, hogy mi történik. Elképesztő, hogy hova nem jut el a tudomány. Megpróbáljuk ismét megmozgatni, hiszen az mindig segít. Vagy nem. Hát szegény nem annyira akar működni, pedig mekkora jövő állt előtte. Nyomjuk így. Elhisszük? Hát, ez kevés nekem. Hát mert egyébként egy kicsit nehéz tovább menni, hogy nem mutathatom meg, hogy mit lehet még egy SD kártyával csinálni, hiszen az egy dolog, hogy te byte-okat irogatsz rajta, de azt utána a számítógépen nem túl user-friendly kiolvasni. Bár ha valaki Unix-szerű rendszert használ, ugye még lehet azzal szórakozni, hogy ugye blokkeszközként megjelenik a file rendszerben az SD kártya, és akkor mondjuk DD-vel tudsz benne szépen ilyen byte szakaszokat olvasgatni, szíkelni mindent. De még jobb, hogyha mondjuk a rajta élő file rendszerhez is értesz, és nekiállsz a file rendszerben mondjuk fájlokat írni, olvasni, mert az mondjuk sose árt. Tehát hát próbáljuk meg kinyomozni, hogy mi a hiba, mert jobb ötletem nekem sincs. A print disk info eddig ott volt, és akkor működött, és azt kéne megnéznünk, hogy nincs az SD raw config-ban. Ez egy ilyen config fájl, ebben lehet megadni, hogy pontosan hova kötötted be, tehát például beállítottad, hogy kérsz egyáltalán supportot. És például nekünk egyébként lehet, hogy buffering az pont nem is kell, azzal állított be, hogy szépen várjon minden írás előtt. Tehát, hogy várjon és ne... Tehát írás előtt ne... Tehát ha be van kapcsolva a pufferés, akkor az írás csak egy pufferbe tölték, és szinkelni kell expliciten. Ha ezt kikapcsolod, akkor ő magától szinkel minden írás után. Ez kicsit hasonló, amikor valaki mondjuk adatbázisokat használ, ott autocommitnak hívják ugyanezt a lehetőséget. És... igazából itt látszik ez a csúnya hosszú dolog, amivel kitalálja, hogy melyik pinre van bekötve, de látszik, hogy ide én be is raktam az 328p-t, hogy igazából úgy néz ki, hogy a config nem rossz, tehát nem tudom arra fogni. Azt mondja, hogy legyen megint upload, de mondjuk ez érdekes, hogy ezek szerint fölmegy rá a kód, hiszen akkor nem írná vissza a verifying után, hogy rossz lenne. Nincs rákötve másik Arduino se, tehát véletlenül sincs az, hogy én valamelyik másik Arduino-t hallgatom, úgyhogy ilyenkor jön a debugolásnak az a része, hogy nekiállunk telirakni, sima telirakni printline-okkal. Tehát azt mondjuk, hogy before delay, ez pedig a before init, ez pedig az after init. Igen, erre való egy tisztességes debugger, amit mi nem használunk, mert mi ilyen világi vígságokkal nem foglalkozunk. És akkor... aha, elakad, mikor inicializálná a szerencsétlen. Esetleg valaki át tudna a piros... hoppá! Most, hogy újraindítottuk a kártyát, mintha megjavult volna. Jó, akkor még ne hozzátok a multimétert. Azt mondom az addressben, hogy mondjuk most írjunk ismét a 42-es címre, és írjunk be 52-t. Várunk, várakozunk.
Lehet, hogy szegény chip nem lett inicializálva valójában, hanem visszatért az inicializáló abba a pillanatban, amikor... Hopp, jó, most írjuk 42-be 52-t. Oké, van-e valakinek tippje arra, hogy itt miért fagy meg? Össze csak olvassunk. Kérdés, hogy ki tudja, hogy hol van kód, de jó, nyomjunk neki érezetet. Aha, most már inicializálni se tud. Nem, az a baj, az SD kártyának közben továbbra is van tápja, tehát lehet, hogy nem árt, ha őt is rebootoljuk néha. Csak ugye, ez is benne van a pakliban. Aha, most úgy néz ki, jó, akkor most csak simán rideljünk. Mondjuk olvassunk a nulla címről, arra azt hiszem van is írva valami. És tudott olvasni. Olvassuk ki, hogy mi van a egyes címem. És olvassuk ki, mi van a kettes címen, hogy... Vagy el, nem, most ebből is összehasonlíthatjuk, hogy valós adatokat olvasunk-e ki, vagy csak játszik velünk az eszköz random számosat. Ugyanis ugye azt meg tudjuk nézni, hogy mi van, hogyha ezt az értéket összeéseljük ugye a 0xFF-fel. Meg azt is megtudjuk, hogy Little vagy Big Endian egyébként. A BC-nek a szintaxisával sose voltam kibékülve, és a BPython ugyanennyire... Mert? Mi az, amiben többet gépelünk, mint BC? Tehát BC-ben nek minek, miben más a szintaxisa? Bízol benne? Hát miben más a szintaxisa? Tehát... Számot beírod, kiírja a számot, hely számot. Megmondod neki, hogy hány a számrendszer az input, hány is az... Igazából arra nem is annyira vagyok kíváncsi. Ja, mondjuk igaz. A hexában elég gyors. Jó, de én szeretném, hogyha a userek ezt is látná. És ennek ezt kellene kimaszkolnia, és utána betolnia ide. De egyébként, ha erre vonatkozott 2585, így lehet kiiratni hexában, és akkor teljesen igaz, hogy szépen látszik, hogy 61-61. De mondjuk ez mivel pont meg van fordítva, nézzük meg, hogy ne tűnjön annyira preparátnak. Pedig úgy tűnik, hogy felváltogatni egy 62. Igen, mert lehet, hogy azzal van tele az... Várj, a 61 az AB. Van akkor az elejére. Hát jó, olvassunk bele mondjuk 10-es. 20-as. És mi... Hát ez... Itt az első szektoron túl gondoltam. Tegyük fel, hogy teleírta valaki AB-ből az első szektoron. Igen, gondolkozom, hogy azt most tudja épp kezelni, de... Ja, azt hiszem 16 bitbe olvassuk be az address-t. Na most ezen kicsit elgondolkozik. Igen, mert amikor bekapcsolja, akkor ez a modul annyit csinál, hogy az első blokk, vagy az első szektort, azt beolvassa RAM-ba, és emiatt ahhoz elég gyors a hozzáférés, ami éppen van olvasva, és a jelek szerint most szépen le is fagyott, tehát... Hát, hogy csak keresi a blokkokat. Nem, tehát ezek ilyen millisekundumon belül végrehajtódó dolgok egy SD kártyánál, tehát... Na jó. Megint rebootoljuk az SD kártyát. Aha, mondjuk itt ki van jövő egy kicsit a tápellátás. Ennek lehet, hogy köze volt a dologhoz. Újraindítjuk az egészet. Jó. Olvassuk ki akkor megint, hogy mi van a nullában. Egyben. Kettőben. Ez ezeket a preferált értékeket adja csak, és ha nekünk 20 000-et kérni tőle, akkor mínusz egyet ad vissza. Ami azt jelenti, hogy FFF-kel van ott teleírva. Jó, akkor mi lenne, hogyha írnánk 20, írnánk arra a részre? Az a... Mit? Na, nem, most írjunk csak be a 20 000-esre, mondjuk 42-42-t. Majd olvassuk ki, hogy mit ír. Voilà, tehát ez a része legalább működik. És akkor most olvassunk 20 001-ből. Minusz 240. Minusz 240. Akkor mindjárt valaki megmondja nekem, hogy a 42-42-nek mi volt a vége. És az, hogy ezt hogy a fenébe fogom jól kihozni. 65.535-ből 240. Hát a 6
Aha, 6-tal kijön, úgyhogy... tehát ezzel mindig bajba vagyok, hogy most a határon vagy az alatt egyel kell lenni, de... Végül is sok lehetőség nem volt. Olyan ez, mint az USB, hogy elvileg 50% eséllyel mindig jól dugott be, de a gyakorlatban 80%, hogy rosszul próbálod elsőre. Akkor úgy néz ki, hogy csak az első szektor, tehát hogy tényleg föl van ilyen hülyeséggel töltve. Nem tudom, van-e valakinél most egy ilyen átalakító, mert akkor meg tudnánk nézni PC-n, hogy mi van valójában az első szektorokban. Nincs valakinél egy microSD? SD? Van. Hát tudjátok, ez a microSD, SD, ez olyan játék, mint a... Jéztök, ugyanúgy néz ki, tök jó. Egyhelyen vettétek. Azt kéne, és jól összekonspirálunk. Nem, egyébként vicces volt, vettem egyszerre két ilyen kártyát, és csak az egyikhez adtak át. Én ebben így volt az rendezett, kértek. Látszik, hogy itt lehet hiányba volt. Az is szóba eltárulva a szám. Jó, mert 1092 az utána van. Aha. És FF10, igen, akkor Little Endian-ban, úgyhogy ezt is megtudtuk. Oh my god. Hát figyelj, 50% esélyed volt arra, hogy jó legyen. Így van. És akkor most azt csináljuk, hogy DD if egyenlő per def per MMC BLK 0, tök jó kiegészíti. Az off az nem kell, mert standard outputra megyünk, és egy bájtos blokkokban olvasunk, kérjük, hogy hagyjuk ki az első mondjuk legyen 20.000 blokkot, és akkor pontot fogunk elkezdeni olvasni, és mondjuk olvassunk be 32 bájtot. Ez ugye mindenkinek megvan, hogy mit írtam be. A DD az egy olyan, ami az if-nél megadott filenévből kezd el olvasni, a BS az a block size, hogy mekkora blokkokban értjük az utána jövő skip, meg count értékeket többek között, meg valójában ekkora blokkokkal fog olvasni is. Megadhatjuk, hogy most 20.000 blokkot kihagynánk az elején, tehát azt ne is olvassa, hanem ugorja át. És utána mi 32-t kérünk, hogy konkrétan olvasson. És ezt a HD nevű kis aliasba pipelom, ami annyit csinál, hogy hexa karakterek, tehát hexadecimálisan kódolva kidámpolja. És csupa 0 bájtot ír ki, Istenem, gyönyörű. Nem baj, legalább addig is megnézzük, hogy mi van akkor az elején. A zenén tényleg felváltva 61-62 van, úgyhogy magunkat szivattuk kiadósan vele. Az mondjuk érdekes, hogy miért nem írta ki a 20.000-esre. 19.900. Igen, lehet, hogy az lesz belőle. Nem, legyen csak így. Minó-null. Egyébként ezért is szeretjük a HD-t, mert ha többször egymás után ugyanaz a sor van, akkor csak kirak egy csillagot, hogy, és nem ismételgeti, hogy nézd egy csomó nullát, hogy most van, ez különbözik, vagy nem különbözik. Elvileg most úgymond bekapcsoltam az autocommitot. De nézzük meg, mert igazából teljesen jogos kérdés, hogy nem a configba rontottam el valamit. Ha tudok gépelni, akkor ezt meg is nézem. Tehát itt van az SD-ról config. Oké. Tehát azt látjuk, hogy write buffering az nulla. Az ugye azt mondja, hogy egyesnél puffereli, nullásnál nem. Tehát elvileg ilyen módon ki kellett volna küldeni, de próbáljunk meg az első szektorokba írni, hát ha ez valami olyan bug, amire épp nem jöttünk rá, hogy legalább legyen egy kis sikerélményünk is. Újraindítom inkább az egészet. Hogy... nem, elvileg ez egy relatíve friss kártya, és annyiszor még nem is engedtem rá a 220-at. Írjuk akkor most a nullába be, mondjuk... ez a 42-42 az eddig bejött nekünk. Aha. Kicsit beteg. Hát kicsit beteg, hogy már megint áll. Amikor megnyomod a rezetet, szerintem széthúzódik megint a kanál. Aha, lehet, hogy erről van szó. Újraindítottam a kártyát, most így, és jó összenyomva az egészet. Before delay, after init, nullára szeretnénk 42-42-t kiírni. Szerintem itt várakozik a szinkre, és valójában a 20.000-esnél sem írta ki. Mondjuk legalább az olvasást tudtuk demonstrálni, ez is valami. Na, visszaolvastuk valahonnan a RAM-ból. Igen, tehát mindig a RAM-ban tart egy szektornyit. Tehát ahonnan visszaolvastuk az olvasást, tehát van benne egy ilyen szép logika, egyébként nagyon jó, mert relatíve rövid a kódja ahhoz képest, hogy milyen funkcionitást csinál, és nagyon szépen lehet látni, hogy van belerakva, hogy mindig figyeli, hogy az a lap, amit éppen bent tart a cache-ben,
azon belül akarsz-e olvasni, és ha azon belül, akkor a RAM-ból adja vissza, tehát sokkal gyorsabb, de ha például nagyon kevés a memóriád, lehet is kérni, hogy ne legyen ilyen pufferelés, és akkor... De ugye az érthető, hogy ha írni akarsz bele, akkor nem úszod meg, mert ki kell olvasnod előre. Tehát ez sajnos a rákfenéje a dolognak. Jó, teszünk még egy utolsó kísérletet. Hát úgy néz ki, hogy lehet, hogy ez már pont nem fog működni, úgyhogy hát ugyan kérlek. Hát akik néznek minket, azok már lehet, hogy nem fogják megtudni, hogy valaha kiíródott ez az érték, de mi itt még próbálkozunk vele egy kis ideig, próbáljuk meg a nullától kiolvasni, hogy a legelején változott-e bármi, továbbra is ABAB-kkel van tele, amit legalább nagyon jól ki tudunk olvasni, tehát ha másra nem arra jó, hogy a flash memória helyett ezt megpróbáljuk, kaptunk egy nagyon jó kis plusszat. Fú, ezen volt még egy csomó másik érintkező is, ez ilyen